Jó napot kíván a piros külást! Na. Jó napot kíván a piros tojást kívánok! Tudjátok, nem már húsvét van. Már egyébként húsvétkor veszem fel ezt a videót is. Ezt a négy darabot, szóval... Na mindegy. Volt időm húsvétkor, jaj de ülök neki. Azt a kis időt is elrepozom. Nem megyünk el arra. What? Hum vagyok. Ott vagyok. Jó. Nézd, mit hum vagyok. Kicsit be lehet szédülni ebbe a kamerába, mert mindenbe. Na. Tessék, nézzük meg lenti dolgokat. Szedjük el ezeket fű. Ennyi volt így mondván fontos, többi dolog nem kell. Oda majd kell egy számzár, nyilván számzár a sajtó, és oda kell majd egy olyan dolog, amivel ki tudom majd nyitni. De esetleg menni kéne 13-asra. Hát, be is van. Finomító és 13-asba kell menni. És jó. Jaj, ne. Elmondom nektek őszintét, ezt a részt nagyon nem szeretem. Nagyon nem. A lényeg annyi, hogy itt eltolasztottak egy utat, itt már van egy másik út, amin lehet tovább menni. Itt az a lényeg, hogy kijussunk időben. Hát, nem tudom, hogy most elsőre menni fog egyébként az, amit én most itt tervezek, de manőverezzek ezerrel. Csak kiütött. Úgyhogy nem tudom, hogy jó hát felé megyek-e. Nem. Szakom. Jó van. Jó az út. Ez a résszel... Ez! Fú... Ennyi volt. Igen, ezt a részt ennyien nem szeretem. Hát, itt már meghaltam párszor, és rájöttem a helyes megoldásra, és én már gyorsan végigjátszottam előtte. Szóval nem tudom. Ez egy üres papír. Egyébként van ráírva valami, csak még nem tudjuk mi az. Ez is valami jó márka. Fej. Yeah. Hát. Fej a... Fejadag, jó van. Jó márka, fejadag. Ugyebár, hogy meddig voltak itt pár halott csávó, akik napfény hiányba... De ez a zene, csillapodjon már le, nyugalom, ez az, igen, király. Na, annyi a lényeg, hogy volt itt pár bányász és meghaltak itt. Bizonkeltő történet. Annyi a lényeg, hogy nem volt innivalójuk, és ez miatt képzelődtek, az egyikük elkezdett tényleg ilyen furcsán viselkedni. Ordibált, vagy másik pasas is, meg... Szóval voltak ilyen furcsaságok az egészben. Utána az történt, hogy
egyre inkább kiszáradtak és egyre inkább halucináltak esténként az egyik. Beszélt álmába, meg sírt is. Jól tudom, az egyik elrohant robbanószerrel, eltűnt a vizé is. Volt pár ilyen érdekesség. Itt is. Egy átlag ember bedézett itt. Érdekes. Szegény barátaim, tőled nem messze nyugszanak. Kösz. A jó barát segít a bajban, de a halott barát rossz társalkodó. Nyugodjanak békében. Már csak szétszaggatott oszló testek. Egyébként ezt annyian szépen ki tudjuk fejezni őt, hogy tényleg neki van egy kis szívfájdalma, és valahogy furcsán beszél. Oké. Hát őszintén ez csak ennyi volt. Egy ilyen papírt kell megszerezni. Hát félig időpocsékolás volt erre jönni, de Philip meddig meg is érte. Nem hallottátok ezt a sikításom. Oké. Hát, tényleg azért. Hát ez egy kicsivel nehezebb rész. Közel voltam, hogy leessek. Közel. Leestem le. Itt az a lényeg, hogy ki kell rakni a normál kis... Ennyi volt. Nyakult nehéz, de aki kezdő, az töltöd ebbe. Hát igen, csak a mélyébe vájt képek hasonlíthatóakat elét kerülő látványhoz. Visszatért az erőm! Kívánom, hogy én is ott legyek, de a körülmények nem kedveznek az ebbére könnyen működésnek. De hamarosan talán változtathat ezen, addig is mond. Utópia? Na, már elfogadom. Aha. És még elmondom, hogy a köveket megérdem jó dolg magván szállító szalagra vinni. Ez egyik megoldás, a másik meg az, hogy a tárgyat dobjuk, de még egyszer szállító szalagra vinni őket, tehát őrültség. Ezek a szállító szalagok le fogják engedni nekem létrát. És milyen létráról beszélek, adonni, amit most nekem szíves örömest leenged a fő. Ebből még lesz, és még egy,
kicsit ilyen furcsaság. Valahol egy féreg, mindegy. Menjünk fel, mert nem tudjuk, hogy hol van most a féreg. Nincsen járat máshová, és ez így gyanús. Ezt kell csinálni. A létre bugol. Most, hogy örökre szóló barátságot kötöttünk és megajándékoztalak a szeretetemmel, talán te is megajándékozhatnál valamivel, végül is a borba tipornád az élet minden szabályát, ha ajándék nélkül jönnél a fogadásokra. Szegény rőt annyira éhes, hogy nem csak egy egész lovat, de még a lovász fiút is befalná. Sajnos erre felé nagyon nehéz hozzájutni a bóni húshoz, az ember hús meg túl lágy. Ha látnál szaladni valamilyen rágcsáló, úgy elmondom, a fenti zárva van. Zárva. Ki kell nyitni. És tovább. Kapar a torkom, mint állat. Nem tudom most mi a bajom. Jaj. Ezért nem beszélek annyira túlsokat, mert most este is van. Már 2 óra van, ha jól tudom. 2 óra. És mondtam, hogy évvel húsvét van. Hús meg egy vét. Húsvét. Na ez ugye el van tollaszolva. Ezt nem lehet használni. Miért jönnétek azzal, hogy miért kéne azt a csille nekünk, hát majd megmutatom nektek most így. Egyetlen állt itt egy fal, és nem tudjuk, hogy hogyan került ide, de azt tudjuk, hogy ez egy fal. Azt a világot megdöbbentő felfedezést tettünk. Na, elvágunk mindent is, mert... És nézzük meg. Gyönyörű effekt. Na, mi lehet itt? Könyhal. Suttogások. Tök jó. Vetítőgép. Ó, hát ti nem látjátok, milyen gyönyörű lárva mi. Hatalmas. Aha. Ez kelleni fog. Mentek, előtte mentek. Hát tudom, hogy mi fog történni. Hú, Gusta. Mossuk meg. Úgy. Kukac Matyi. Aha. Tessék, kést is után tudom. Kivel ez a tálatok. Várjunk, azt még nem is olvastam el.
Aha. Ezt a papírlapon még nem találtam meg, szóval... Ezt nem rémlik. Egyébként már elhagytam egy papírlapot. Igen, ugyebár van valami az ár oldalon. Csak 500-be rakjuk. És ezzel kipiszkáljuk. Hallottuk egy koppanást. Na. Nekünk van itt egy kulcsunk, ami kifele nyílik ajtónál. Fú, veszély. Miért észrevennétek, itt egy kapcsoló, na ezt még nem kapcsolom fel, mert esek, meg akarom azt mutatni, hogy mindenhol csiga van. Aranyosak. Elnöveztem Liliumnak, ügy Barbinak, ügy meg Kalácsnak. Anya szép kalács alakja van. Most tennénk egy kalácsot. Na mindegy. Folytassuk. Kalandozásunk. A zöld csücsmó vidékén. King... Ok, ezt a feliratot se láttam még. Skinks gyíkokat a környéken. Hol? Ok. Értem, hogy te nem fizikában, hanem nyelvészetben vagy jártas, azt értem. Vagy... Várjunk, nem fizikában vagy jártas. Nyelvészek. Nem a alkotásaidon. Jó, akkor jó van. Trompa nyelkás lényecske. Csak lényecskéknek hívom őket, mert aranyosak. Aranyosak, mert van egy olyan rész, ami nagyon nehéz a játékban. Hát nekem. És hát meghaltam ott többször is. Na, itt lent élt egyébként egy professzor, akit elkaptak ugyebár. Megtámadtak és elkaptak és elvittek. És az a lényeg, hogy a professzor így dolgozott, hogy minél több élőlényt tapasztaljon meg. Ez a kőféreg volt ugyebár alanya, ami, hát, ja, hosszan leírta, hogy a jó fazott ég ez a kőféregszerűség. Hát, most ugye elmondom röviden, a kőféreg nem érez, nem lát, szerintem ezt alapjából rá lehetett jönni, egyébként nagyon könnyen. De a játékban, az egészben a legdurvább, hogy ez tud követni, szóval van valamennyi érzékelése, csak tud követni. Úgymondván én szerintem hőérzékelésről lehet itt szó, de ezt nem érje le a szöveg. Na, és szerintem... Hát most őszinte legyek igazából az egész, ami a prof beszél, hát az is igazából így mondja, hogy milyen próbálkozásai voltak, meg hogy miket talált. Ugyebár három felnőtt mesterségek környezetbe helyezve, meg kettő lárva, de elpusztultak. Hát igazából ezek csigák. Nem tudom őszintén, hogy csigák-e vagy nem. Szerintem ezek csigák. Csigák is mennyire megnőttek. Szerintem a kőféreg is úgy nőtt. Szóval, hát mivel most így emberek így föld alá kerültünk és bányáztak, ugyebár tovább fölborult a ökoszisztéma, és ők támadtak meg minket. Szóval, így konkrétan mi lettünk a kaja. Csak már azért, mert hülyék voltunk és lementünk föld alá bányászni ércek után, megkutatgatni. És pont Grönlandon... Érdekes, pont hogy így jöttek ki a dolgok, na az meg már másik. Egyébként csinált egy falat egyébként egy héttel ezelőtt és két nappal vagy egy nappal ezelőtt halt meg a csávó.
Még ez is kiderül a szövegből, de nem azért, mert leírja, hogy Ted a végére, csak ott van, hogy két nappal ezelőtt. És hogy 5 nappal ezután. Kicsit érdekes. Szóval valakinek mondja, ezt elolvashatja, én nem bánom. Ugyebár a következtetések. Mi a vélemény, meg ilyesmi. Ezek is nézőben nagyon fontosak. És ebben ez a vége. Ugyebár 5. nap. De már lezárva. De egyébként tök jó, hogy most volt ez a ugyebár dolog, ugyebár ez 2 évvel ezelőtt, vagy 1,5 évvel ezelőtt, és hát így élnek az emberek mindig. És nem haltak meg, még mindig vannak élők. Ez is érdekes. Túlélő horror játékban néha így meglepődik így az ember, hogy úristen, vannak túlélők. Na de amit akartam mutatni, na most lecsukom mindent és... Azt a büdös rohadt életbe! Ha beteg játékot keresel, Penumbra. Penumbra Overture. Ja, és csak úgy még mutatok még egy dolgot. Lecsukom a fej. Legkedvesebb. Köd, test, ízó. Érdekes, olvasgathatni lehet légtére is, nem egy ilyen húdany dolog. Hideg test, nem móka. Hős halál nincs itt, az. Azon nincs fény. Ja, egyébként több mindegy. Én ezért jöttem. A lap hirtelen UV lámpa alatt már olvasható lett. És 1371. 1371. 1371. Csak a szók előzőleg is ugye ez volt a kód, szóval ez nem random szint úgy. Na. Érdekes ilyen beszólásai vannak Rőtnek. Szóval érdemes meghallgatni minden egyes monológiát, mert úgymondván így ez ilyen furcsa, hogy a kék tintát vérre hasonlítja, hát rendkívüli, szóval, hogy olyan kigondolna vérre egyből. Természetesen csak egy könyvszerző. Ura, ez a rész is tovább lehetett menni. Csak
azt nem tudom, hogy hány percnél járok már. 25, hát lassan menni kéne. Most egy tóhoz megyünk. Igen, van ennek a létesítménynek egy tója is, ami teljesen be van fagyva. Hát ezt a részt az én még meg tudom mondjuk bár csinálni. Hát mondjuk azt. Vagy tudom, ami nála is fiatalabb. Táska. Annyi a lényeg, hogy van egy Joy nevezető ember, aki együtt volt bezárva egy másik emberrel, akinek nem Joy volt, hanem John O. De annyi a lényeg, hogy Joy megsérült, és John az meg megőrült. Meg akart ölni Joy-t. Joy-t, és hát Joy azt eszközölte ki, hogy a túlpartra megy, és elment a túlpartra sérülten. De utána jól tudom, valami veszekedés is volt, verekedtek, Johnnak a karja eltört, vagy kifordult, nem tudom pontosan, és annyi a lényeg, hogy mivel kifordult a karja, így furcsa állt a csávó, hogy így jól bírja fájdalmakat. Kicsit furcsa volt neki, hogy úristen, ez a csávó mi mindig bírja. Na, haladni kéne ezzel közben. De egyébként aggódott is érte. Megpróbálom még felmutatni. No, ugyebár csak úgy elmondom, Johnnál volt egy feszítővas. Nekünk a feszítővas kell ebbe a szövegből. Szóval másra tudjuk, hogy egy feszítővas fáj fogunk. Ezért egy feszítővasat fogunk megkeresni. Ami ott van. Valahol arra. Bárjunk, mi is volt, nem tudom. Oké. Miért jönnétek, hogy úgy fogok átmenni? A font deszkákon át. Ez az egyetlen megoldásom. Így. A fal az csak úgy eltűnt. Not bad. Ezt egyébként úgy kell levágni, hogy befogjuk a fűrészt, és ez még erre jó.
Pff, ez nem így kemény. Ugorjunk bele. Sikerült. Ilyen. És ez legyen így a végszóm, hogy én átmentem a vizen, és szereztem egy feszítő vasat. Hát, már nincsen túl sok vissza a játékból, és tényleg ennyi lenne úgymondván ez a rész is. Majd találkozunk a következő részben, addig is sziasztok, ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, és ha még többet akartok, iratkozzatok fel a csatornámra. Na. Csővázd mindenkinek.